Tiszakert revitalizáció, faültetés. 2016. április 1-én a Tiszakálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint Békisváros önkormányzata a Zárt Kert Revitalizáció című program keretein belül elültették az első gyümölcsfákat. Iskolánk mezőgazdasági ágazatban tanuló diákjai, valamint a közmunkaprogramban résztvevő dolgozók segítségével elültetésre kerültek az első gyümölcsfák. Izsó Gábor, Békisváros polgármestere nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően Takács Tímea, néhány gondolatát elmondva, megtörténtek az első ásó és kapanyomok, majd ezután a facsemeték is a helyükre kerültek. A szünetben ivólével, vízzel, pogácsával és lekváros papuccsal kínálták a programban résztvevőket. A rendezvény nagyszerű hangulatban telt, diákok és dolgozók is egyaránt jól érezték magukat. Jó napot kívánok, Takács Tíma vagyok, a Békisváros önkormányzatának a programfelelőse. Ez a zárt kerti program második komoly közösségi eleme, ahol a fa ültetése történik meg a mai napon. A Szociális Szövetkezet, a közmunkaprogramban dolgozók és a Tiszakálmán szakközépiskola diákjainak és tanárainak a segítségével. Ez a program fél évig fog tartani az előkészületekkel, és ezen fölbuzdulva az önkormányzat további telkek megvásárlását vette célba, hogy itt újra a kiskertek művelése, a gyümölcstermesztés újra rendületet kaphasson, és itt a feldolgozó ipar, mint aszalás és a békési szilvapálinka, ami mondhatjuk, hogy világszerte híres pálinka, még tovább tudja a hírnevét öregbíteni. Ehhez kértük a Tiszakálmának a szakszerű segítségét, tanáraik előadás sorozatot tartottak, amelyben a kertművelésnek az alapjaival megismerkedhettünk, valamint azokkal a tájfajta gyümölcsfákkal, amiket most ide elültetünk, valamint gépészeti bemutatót is tartottunk, amelyel a kiskertben használatos gépeknek és berendezéseknek a szakszerű és ideális működtetését mutattuk be a résztvevőknek. Itt jelen pillanatban ebbe a kertbe szilvafákat fogunk ültetni, békési veres szilva lesz, ázseni szilva lesz még benne, a másik kis kertünkben pedig almafák kerülnek kiültetése a mai nap folyamán, amely három alma fajtát fog majd tartalmazni, a nyári csíkos fűszeres alma, a tombáca alma, és a úgymond cigány almaként ismert almafaj, és ezekből pedig szintén ivólevet szeretnénk majd készíteni az itt lévő iskolásoknak és idősek részére egyaránt, valamint ami már nekünk két éve forgalomban van, a zöldség és zöldséglevek mellé még a gyümölcsleveket is szeretnénk majd a lakosságnak rendelkezésére bocsájtani.